kapnak dugót. Ügyesek, összehozzák ők is. De nem is dugót, hanem inkább torródást. Működik öregem ez a cipzárrel, látod? Kihagytam 4-5 autóni helyet, szépen bejött. Nem jön előre, nem. Jobb oldal senki nem pofátlankodott elénk. Nem, itt faszán ők tudják, hogy hogyan kell, nehogy mint Németországban, Ausztriában. Ezek a szar se néznek. Itt működik faszán, hogy nem kell megállnunk. Itt a busszal gurultunk, de nézd meg, folyamatosan megy a forgalom. Szép ez a szuper vég, szlovák. Jó, péntek van, hétvége. De mindenki siet haza. Hát gyerekek! Hát mit tudtam? Tudtam, tapasztaltam meg. Hogy elég el is szállt az agyam miatta, tegnap. Hogy... Moson-Magyaróváron ugye hozza a könyv is, hozza a GPS is, hogy van egy kijelölt kút, Euróbag. Ja, volt valamikor. Szóval, hogyha valaki úgy számol, hogy Moson-Magyaróváron akarsz az RV kúton tankolni, nem tudsz, mert nincs kút. Majd mutatok róla képet. Teljesen elbontották a kutat, annyi, hogy csak a beton alapok vannak. Semmi más nincs. És az egészben az a ciki lényegében, hogy ugye amit kaptam a főnökömtől könyvet, hogy hol vannak ilyen kutak, koordinátákkal minden együtt, hogy az idei kiadású, szóval 2016-os katalógus, és benn van a kut. Szóval arra figyelj, hogy a lyukra fussál vele, hogy centizer a tankolást, mert hogy ott kell tankolni, ott már nem tudsz tankolni. Ha van Rudexed, akkor inkább menj át Hegyeshalomra az Agyipra. Azért menj át az Agyipra, mert Moson-Magyaróváron az ÖMV, ugye Rutexel ugye tudsz UMV-n is tankolni. De hát ugye mivel határmenti város, úgyhogy lényegében határátkelő, benne a városban is olyan drága a gázolaj, hogy hihetetlen. Amikor megoldottam, hogy én szóltam egyből a főnökömnek, irányítónak, és akkor kerestek nekem egy kijelölt adzsipkutat Hegyeshalomnál. De mondom, ilyenre érdemes odafigyelni, hogy ha tapasztalod, akkor hozd meg, hogy más is tudja, mert hogy az legyen. Mert mondom, én is lyukra futottam vele. Nekem még szerencsém volt, mert nekem még bőven negyedik volt a tankom, szóval nem úgy mentem oda, hogy majd, hogy nem már kopra kint volt.
én kihagyok 4-5 autónyi helyet, azt aki akarod bejöhet elém. Hát most engem abban nem lassít, meg nem gátol, hogy bejönnek elém, hát hiszen nagy a sávunk. De van ahhoz képest... telefonomra megjött ez a gondolom átárt szlovák hálózata. Én ahhoz képest én kellemesen csalódtam így a szlovákokba ebbe a közlekedési morálba, de tényleg. Mondjuk azt úgy tudtam, hogy így közúton kívül, vagy a közúton, ott aztán szigorúan betartják a szabályokat, mert 70-es táblánál 70-nel mennek ők is, úgyhogy 90-esnél 90-nel. De egy autópályán így azt hittem, hogy majd tolakodnak, meg mennek mind a vadállat, de nem. Tök normálisan közlekednek. Nem tudom, akartok-e dugót nézni? Veszem én nektek, ha gondoljátok. Azt nem mondom, hogy végtelenség fogom bírni ezt az alaszolást, hogy nem fog eldurrani az agyam, de igen, tűrtöztetem magam. Csak felteszem töltőre a kamerát. Apaszt meg. Na most még aksiról. Meg. Aha, fordítva. Oda nép. Működik, kapja áramot. Engedünk egy kis levegőt is, vagy még igazából rá akarok pippantani egyet. Hol van a tűzpöven jelen? Ilyen jó idő lett, mi? Süt a nap, aztán van ki 30 fok. Az autóban meg 19 és fél. Amint ahhoz képest, hogy ugye péntek, ugye csütörtök, ugye Ausztriába szakadt a hó szinte egész nap. Thank you.
indulunk. Lehet a torlódás, akkor nem tudom. Valami biztos valami elágazó. Hát Laci, kerüljünk, azt mondod. Hát de most azt. Van értelme kerülni, mert hát... Nem tudom, te. Majd meglátom ott a kereszteződésnél. Hogy is állunk idővel. Nincs ott megadva időpont, hogy várjál? Thank you.
Mindjárt felhívom a izémet, a irányítómat, aztán megkérem tőle, hogy... Én ezzel nem látok időt, hogy... Mármint, hogy konkrétan időt, hogy... Szevasz, kollega! Lengyel csávó. Hát csak majd átunk van, 29-edik a sejmás. Hát majd felhívom a irányítómat, aztán megkérdezem tőle, hogy idővel hogyan állunk. Csak majd átomot látom. 29-e április. Nem az. Ez se az. Csak hőző. Csak dátum van, de majd. GPS vitt mindjárt a Komárom centrum felé, de hát... Hát nem tudom. Ja, nem tudom, van-e értelme arra mennem, mert hát... Fogadom el. Maradok ezen az úton, aztán kész. Nem, azon is bemenjek a központba, vagy a központon keresztül. Hát nem tudom. Most már látom, kezdünk kiindulni. Beledurrant. Szóval jobban érzi. Ja, mert egy sávunk marad, ugye? Aha!
Értem. Akkor nekünk marad egy sáv. És mondta, ez a sáv szűnik meg, amelyben én vagyok. Ha jól értelmezem a táblát. Nem látom már rendesen, hogy... Ja, de valami, nem látom a táblát, mert előttem a kolléga pont takarja. Mert ha milyen szűnik meg, akkor... Ez a sáv elkanyarodik, akkor egyből húzok be balra. Na, itt a kamion mindjárt kimegy a táblától. És akkor látni fogom, hogy... De nem! Nem, ez a sáv is megy tovább egyenesen. Gyere, gyertek! Ja, akkor ezért lassultunk be, mert ugye háromból lett két sáv, ja, értem. De gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz az oka. Dilatációk is rendben vannak, nem ütnek, nem dobnak, mint az olaszoknak. Jó, még az olaszoknál is csak ugye a gyorsforgalmi úton dobott autópályán. Hát azért autópályán is volt egy-két olyan része, ahol tudott meglepetést okozni.
öltözik ez az ország, mi? Se dudálás, se villogatás, se mutogatás, se tolakodás. Ó, Németországban úgy elment volna, hogy mellettem a leállósával, mint a szar. Meg már nyomna a dudá... Meg itt nem állnak bele a balagamba. Hát körülbelül egy 20 méterre jön mögöttem. Nem tolakodik, nem mászik rám. Ég és föld. Azért mondtam, hogy minél nyugatabbra mész, annál hülyébbek az emberek. Nagy faszok, hogy jobbról látod, ugye kiment oda izébe, a parkolóba, parkón átjött, aztán meg jön vissza. Na mindegy, hát az a lényeg, hogy a lépésbe is ne tudunk haladni. Szeretem azért, mikor bejön elég motorra komolyan. Nem az, hogy nem ismeri a crest, mert ismeri, csak az, hogy leesik azt a durva.
Az inkább így ilyen túramotorosoktól, hogy általában azt szoktam maradni. Hát, hogyha letértel, akkor legyen időm állni, megállni. Nem is időm, hanem távol. Már pillanat, hogy bejöhetek. Már lassít le. Meg ez tök jó, mert szinte lerakó címig folyamatosan pályán megyek. Van a meleg vízre is. Mert ugye állófűtésre szoktam. Aztán most mindig kirakom a szélvédőt. Most azért annak hangját lehet hallani, hogy itt a szélvédő vagy a mozog a flakonba a víz. Azt egy hát ezt a langyos levegőt ráirányítom a szélvédőre. Itt egész nap éri ez a langyos levegő. Hogy ahogyan megy le a nap, hogy úgy van, hogy este vezetek, hogy estébe bele megy a vezetési idő, meg hát ugye ahogy a hűl a levegő, ugye akkor mindig melegebb állítom a levegőt, szépen az ott faszán fölmelegíti nekem a vizet. És akkor van, akkor meleg vizem kávéhoz, fogat mosni, mosakodni. Ez csak ilyen fellángolás volt, hogy viszont azt észrevettem, hogy
zebránál nem nagyon szeretnek megállni a gyalogosok. De nem tudának, nem pillantanak rá, hogy megarod az első, hogy a gyalogos nem. Ezt észrevettem, hogy nem nagyon állnak meg, mert most átengedje. Hát kettő volt, én a kettőt megálltam, nem tudáltak rám, nem nézettek semmi, nem mutogattak. Figyeltétek, hogy volt egy tábla, hogy reggel 5-től este 7-ig 110-zel lehet menni. És nézd meg, 96-tal, hát 96-tal megy a forgalom. Belső sávból már szerintem a 100-105-tel nézd meg. Hát senki se száguldozik. Szépen normálisan betartják ezt a sebességhatárokat. Most pont akarni fogja a fogja a táblát, mert itt van egy tábla. Na de itt van jobb oldalt, látod? Vagy valóban látod 5-től? Reggel 5-től este 7-től, 110. Én szépen ráállok erre a 100-ra, aztán kényelmesen. Kérdettem a szívem, hogy valami érdekesség lesz, akkor csak azért kapcsolok a kamerát. Előttünk, látod? Van ez a zöldes kép, nem tudom milyen színű kisbusz. Ugye a torlódásnál, hogy ott előttünk át. És én még pont ott gondolkodtam rajta, hogy kimentünk a kerülő útra. Kiment, és itt jött vissza elém egy 1 kilométerre ezelőtt volt egy bejárat. Nem sokkal van előbbre a meglátó, de én ugyanott tart, ahol én. Szóval ezek szerint teljesen mindegy lett volna, hogy most kimegyek oda a kerülő útra, vagy nem megyek ki. Szépen lassan.
pont izébe járnak. Autóval. És én beengednélek csak, mellettem is jön az autó. Semmi probléma, tényleg. És majd itt nézd a táblát jobb oldalt, az a sárga. Hát arról mutatja a két izét, irányt. Hát ők nem úgy csinálnak, mint a barom német, hogy a belső sávot teljesen felviszi oda a betonra, hanem nézd meg, a betontól még egy jó egy méter van, jó innen már itt a szalagkorláttól, viszont a belső sávot is meghagyja két és fél méterre. Nem úgy, mint az idióta barom németje, az meg leszűkíti 2 méter 10 centire. Én is kényelmesen elférek ebbe a sávba, mellettem is tök kényelmesen elférnek. Szóval nincs az, hogy le kell állni két sávot, mert annyira közel jönnek hozzám. Hát, hogy megy a transport, ez simán elférő is. Nem úgy, mint ezért barom Németországot. Különben én ezért szeretem izét jobban, inkább Szlovénia, Csehország, Szlovákia. Sokkal jobban szeretem itt, mint Ausztria, Németország, vagy bármi, komolyan.
elérhető az összes. Kopár.
pálya mellé, tehát ugye két pálya közé, ez sövényt raknak. És ez azért jó, mert ugye van egy-két olyan agyatlan idióta barom, amelyik éjjel ugye reflektorolja veled szemben. De nem veszi áll le, hiába villogsz neki, nem reagál rá, nem foglalkozik vele. Aztán még hogyha azzal is jön, akkor azért valamennyire dobhatja azt a nagy fényt ez a sövény. Hogy persze, hogy azért növények ugye azok azért, hogy a levegőt is valamilyen szinten frissítik, termelik. Ugye nem hiába mondják, hogy az Amazon az a föld szíve. Amikor ezt épülték, gyerekek, oda azt a rengeteg követ, meg építőanyagot, meg mindent felfordulni, nem lehetett olyan kis teljesítmény. Ez hatalmas. Azt nézd. Thank you.
azonosak a fákat akarják. Na, most lehetett állt egy pillanatra. Jó szokta van? Ez nem jó szokta van a kamera. Most mondjuk elmehet, csak most megint van ez a zajvédő plastik fal.
az egész domboldal tiszta sárga.
ide a repcéhez, amit mondtam, itt az egész partoldal, hogy balra nézd meg. Amit csak lehet, hogy szerintem bevetettek repcébe. Meg jó, persze az a zöld, az mit tudom én, húza lehet. Meg kukoricát, hogy azt most kezdték venni, hát az nem tűnnek ilyen a balekkor, de ez nem zöld úgy ki. Nem is gondolom én, aztán most lehet a kukorica, akkor elvetették, de hát nem hiszem. De azért learatni se lehet ám semmi ott azt a meredek partot. Gyereke. Most úgy érzem, hogy újra egy menetben vagyunk, mert... Ja, hát lassan megyünk fel, mert 2.36, mert a magasság a méter. 8. Persze, hát ez várható, hogy egyek között megy a pálya, akkor előbb-utóbb felfelé megyünk mi is. Azokban. Elkalandoztam aztán. Csak arról lettem viszont a kamion meg, hogy ott lehet megy. Látom, bemegyünk az erdőbe.